Köszönöm szépen, igazán köszönöm ezt a meghívást. Remélem ezt a fityegőt megszokom, de nagyon fura. Na, nagy örömmel jöttem. Csíksomlyó után vagyok, úgyhogy jó fel vagyunk töltekezve. Ilyenkor azt hiszem, végül is a szűzanyának a való kapcsolat, akárhogy is veszük, azt hiszem borzasztó fontos a életünkbe, bármilyen felekezet felől jövünk, mert a kánai menyegzőn elhangzik az a mondat, hogy tegyétek, amit mond. Tehát magyarul innentől fogva egyértelmű, hogy közben járó értünk, és rá tud mutatni az igazságra és a szeretetre, mert az Krisztus. Ha megtaláljuk magunkban ezt az igazságot és szeretetet, meg tudjuk találni magunkban a bennünk élő Szent Háromság egy Istent, tudunk vele találkozni, mint személy a személlyel, nem átistenülünk, ez nagyon fontos. Tehát amikor a keresztények arról beszélnek, hogy Krisztus él bennem, az nem azt jelenti, hogy én Krisztus vagyok. Én egy bűnös ember vagyok, akinek, amikor jöttem ide király Helmecre, meg kellett küzdenem kísértésekkel, miközben autóztam ide. Nem munkahelyi kísértések, például kárörvendés. Vannak ellenségeink az életünkben sajnos, akik ellenségesen viselkednek velünk. Aztán vannak itt egy kicsit azért úgy irigylünk, igaz? Hogy neki minden úgy sikerül. Én is szeretnék úgy lenni. Ilyen dolgok is vannak, és akkor jönnek ezek a gondolatok, és akkor mindjárt az ember szembesül azzal, 61 évesen, hogy bármilyen magamat jónak mondó, imádkozó keresztény vagyok, bizony rajta kapom magamat, hogy mondjuk 5 percig egy ilyen gondolattal játszom. És akkor mindjárt helyére kerül az ember, hogy bármilyen erős a hite, bármilyen kapcsolatban próbál Istennel lenni, soha nem fog átistenülni, ahogy azt a keleti vallások tanítják. Megmaradok bűnbánó embernek, de van szanszom arra, hogy ha mélyen eljutok önmagamba, akkor személyesen tudok találkozni az engem végtelenül szerető Krisztussal, Szent Háromság egy Istennel. És amikor egy ilyen találkozás létrejön én bennem, eljutok a valós énembe, az igazi valós énembe, nem a kis egóm diktál már, akkor bizony nem csak a hitigazságok esnek le nagy csörrenéssel, hanem a mindennapi életünkre a válaszok, az igazságok esnek le, és akkor bizony lesznek kreatív, intuitív gondolataink, amelyek megoldást adnak a problémákra, mert az igazság közelébe járunk. Lehet, hogy tükör által egy kicsit homályosan, de mégiscsak az igazságot meglátjuk. És meg tudunk oldani egy párkapcsolati problémát, egy házassági problémát, egy gyereknevelési problémát, egy idegsebészeti problémát, és így sorolhatnám, ami a mindennapi életünkben ugye ott van. Azért, mert lejutottunk az igazság közelébe. És az igazság közelébe nem csak a hitigazságokat látjuk tisztán, hanem a mindennapi életünknek az igazságait. Erről az útról szeretnék tulajdonképpen bizonyságot tenni, nem előadást, mert nem vagyok teológus, hanem bizonyságot tenni. Azt szerintem, az én magam példáján azt látom, hogy fontos minden nap végig gondolni, ettől nem leszünk beképzeltebbek, meg nem vagyunk mi jobb emberek, de azt fontos végig gondolni minden nap, hogy mi a különbség a 3000 vallás között, ami működik a világba, és a kereszténység között. Mi az alapvető különbség? Vagy mondhatjuk úgy, hogy 3000 eszme, mert vannak a vallások,
vannak az eszmék. Ugye a marxizmus az nem vallás, az egy eszme. A fasizmus egy nem vallás, egy eszme. A nyílt társadalom eszméje az nem vallás, az egy eszme. A felvilágosodás eszméje nem vallás, hanem egy eszme. Tehát sok-sok eszme van, és iszonyatos mennyiségű vallás van. A mondjuk 10 000 eszme és 3 000 vallásnak van egy darab teljesen közös pontja. A közös pontja az, hogy az ember több-kevesebb meditáció, igazságkereső folyamat során valamire rátalál. Mire talált rá például Marx először? Mi háborította föl? Gyerekmunka. Magában nézett, hihetetlen látni, micsoda igazságtalan, hogy kis gyerekeket, 10-12 éves gyerekeket dolgoztatnak gyárakba, iszonyatosan kizsákmányolják. Milyen szép gondolat, nem? Igazságot talált egy igazságot. Felvilágosodás eszméje, szabadság, egyenlőség, testvériség. Mit megtalálja? Ugye megtalálja, milyen szép hármas eszme. Még azt kell, hogy mondjam, hogy amikor elindul a hitleri Németország, ott is vannak nagyon komoly pozitív dolgok, azt a tönkre ment, morálisan tönkre vert német népet akarja egy kicsit fölemelni, igaz? Fölemelni, az első világháború után vagyunk. Hát persze, hát igen, föl kell egy népet emelni, akkor is, hogyha ha porba sújtódott egy háború által. Ezek mind tulajdonképpen igazságkereső emberi gondolatokkal indulnak. Na hát aztán a vallások, azok meg pláne. Buddhizmus, csodálatos, azt kell, hogy mondjam. Ugyanúgy konfucianizmus, laocetanok, hinduizmus, békesség, megértés. És ezeknek a vallásoknak is az a jellemzője, hogy az igazságot keresik, és azt ők Istennek nevezik, transzcendensnek. Nem lehet az, hogy a matéria fogja megadni az igazságunkat. Azt is emberek próbálják kitalálni. Jöttem itt a gyönyörű hegyeken át, ha mindnyájan oda nem ismernénk a kereszténységet, materialisták lennénk, pogányok lennénk, kimennénk oda a hegyekbe egy hónapig, keveset ennénk, csak ott egyedül lennénk, gondolkoznánk, néznénk a természetet, mindenki visszajönne, ahányan itt vagyunk, 53-an mondjuk, és valószínű, hogy egy egész jó kis vallást tudnánk kitalálni. Hát persze, hogyha én magamba mélyedek, magamba szállok, hát rádöbbenek dolgokra, igaz? Jó vallást tudnánk kitalálni. De az kétségtelen, hogy mi alkotjuk meg. Na mostan, a kereszténység az teljesen más. Tehát az semmiféle ilyesmit nem hordoz. Kereszténységben nekünk nem kell kitalálni, hogy milyen az Isten. Nekünk a kereszténységben nem kell kitalálni, hogy milyen az igazság. Nem mi keresgéljük az Istent, nem mi találgatjuk, hogy milyen. Megtestesüléssel Isten, második isteni személy, Krisztus eljön közénk, és megmutatja magát, megmutatja, föltárja a valóságát, föltárja, hogy milyen az Isten. Tehát, amikor mi vallásközi párbeszédről beszélünk, és valóban úgy kell a másikat, ugyanolyan ember, én se vagyok külön ember, attól, hogy én protestáns vagyok, katolikus, vagy hindu, vagy muzulmán, tehát ez nem jelenti azt, hogy én természetesen, hogy jobb ember vagyok. Na de azért azt legbelül tudnom kell, hogy nekem nem vallásom van. Nekem út, igazság, életem van. Egyetlen egy komoly vallás alapító, gondolok itt Buddhára, Laócéra, Konfúciuszra, és mondhatnám a többit, Mohameddel vigyáznék, mert ott annak van egy nagyon-nagyon erős, kemény, medinai idő alatt kitalált, megalkotott része, ami bizony teljesen eltér az addigi nagy világvállalások körül,
jogot, formál jogot ad az erőszakra, és van a mekkai része az életének, ahol valóban a békességet, az elfogadást próbálja hirdetni. De mivel egyenrangúan vannak benne a Koránba, azt választasz, amit akarsz. És ebből aztán elég nagy zavar keletkezett itt az elmúlt 30-40 évben. Nemrég olvastam egy Churchill idézetet, teljesen jelezte előre. De az kétségtelen, hogy a 30-as, 40-es években Egyiptomban például teljesen békés iszlám volt. Tehát visszatérve az eredeti gondolatra, semmilyen komoly nagy vallás alapító nem merte azt kimondani, hogy én vagyok a világ világossága, én vagyok az út, igazság és az élet. Ilyet ők nem mondtak. Azért tudatában voltak, hogy ők is csak egy ember. Csak egy ember, ugyanúgy, ahogy az a másik. És ez egy nagyon becsülendő dolog. Aztán az, hogy a követőik mit műveltek, az megint egy más kérdés. Az természetes különben, hogy nem tud megújulni egy eszme, amit megalkottak, vagy egy vallás, amit megalkottak. Miért nem tud megújulni? Ez nagyon fontos dolog. Hát mert nem élő, nem élő. Krisztus ma ugyanúgy él. Benne él az Eucharisztiába, benned él, bennünk él, kapcsolat van vele, élő. Hol lehet élő egy hinduizmus, egy konfucianizmus, vagy valami ősi vallás, vagy éppen a marxizmus? Hát tudnélik, a felt kitalálója, a megalkotója, hát ma, hogy mondjam, nagyon régen halott. Nem képes megújulni újra és újra. Mindig jönnek a keresztes háborúkkal, annak semmi köze nincsen Krisztushoz. Azt, hogy fel akarták szabadítani Jeruzsálemet az elképesztő, mondjuk így, muzulmán terror alól, az egy jó döntés volt. Az, hogy aztán közben a háborúban milyen kegyetlenségeket követtek el a keresztes hadjárat során, hát ezt Krisztus soha nem mondta. A vallás alapító ezt soha nem mondta nekik. Elkanyarodtak. Tehát ez nem lehet a kereszténység rovására írni. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy én keresztény vagyok, és akkor rájönnek arra, hogy lopok, megcsalom a feleségemet, vagy mit tudom én, miket követek el, akkor nevetséges, hogy én azt mondom, hogy keresztény vagyok. Hát nem vagyok az. Lehet, hogy annak idején megkereszteltek, de teljesen eltávolodtam. Tehát ezzel ilyen konstellációba kell ezt a dolgot elhelyezni. Tehát mivel bennünk az élő Krisztus van, természetes, hogy mindig élő választ tudunk adni a problémákra, és mindig meg tud újulni a kereszténység szemben a többi 3000-rel, amit bizony ember alkotott. Na, ezt tudni kell. Ettől ne higgyük magunkat jobbnak, rendesebbnek, vagy becsületesebbnek, na de azért ezt jó lefektetni, jó tudni. Nyilvánvaló, hogy amikor a Szent Atya elmegy Kairóba, és ott az Al-Azhra Egyetemnek a főmuftiaival beszél, tárgyal, hát akkor ezt nem ezt teríti föl. De azért legmélyebb valónkban ezt kell tudnunk. Különben nem fogjuk megtalálni magunkban az élő igazságot. Igen, erről próbálok beszélni. Hit és tapasztalat az élő igazságról. Na, működik. Jó. Szeretnék még beszélni, mielőtt személyes példákat mondanék, három útról. A Csíksomlyó után nagyon fontos. Ugye, felnőtt emberek vagyunk, gyerekek itt nincsenek most, felnőtt emberek vagyunk, nagyon jól tudjuk azt, hogy ez a felnőttkor hite, ez egy gyönyörű, szép dolog, de egy valamiben különbözik a gyermekkor hitétől. Nem tudjuk őket utolérni. A 3 éves gyereknek a hitét nem tudjuk utolérni. A Szent Atya se tudja utolérni, ha megszakadunk, akkor se. Miért nem? Azért, mert nekik, 2-3 éves gyerekeknek még érzelmi, állandó megtapasztalásban vannak a Jóistennel. Azt mondta egy 7 éves
kislány a 3 éves öcsikéjének, mesélj nem nekem a mennyországról, mert kezdem elfelejteni, hogy milyen. Igen, ez sajnos a gyerekkori hit az etalon. És ingyen kapja mindenki. És érzelmileg megvan fogva. Ott az akarati és az értelmi tényező jóval, mondjuk így, hogy kisebb jelentőségű. Nem is kell, mert olyan svungja van az érzelmi Isten tapasztalatnak. Olyan ez, mint a örök szerelem. Mert van örök szerelem, ha hogy ne lenne örök szerelem. Sokan mondják, hogy nincsen. Hát persze, csak nem, az nem emberi erővel megy. Mert az élő hit és az szerelem közt van egyfajta azonosság. Az, hogy ugye van egy házaspár, mondjuk 86 évesek, és mondjuk 50 éves házasságban vannak. Igaz? Nyilván megvan az elköteleződés. Nyilván megvan, mondjuk így, a intimitás. Az elköteleződés az egy döntési kérdés, igaz? Az megszülethet. Megvan az intimitás. Megvan-e a szenvedély? A szenvedély megvan-e? Ugye ugyanígy van a hitünkben is. Van az értelem, olvasom a Bibliát, fölfogom, így van, hallgatom a misét, így van. Van az akarat, amivel ezt akarom, hogy én ezt elhiszem, így van. De ott is ez a érzelmi, szenvedélyes Isten tapasztalat, az a kérdés, hogy azt megszerezted-e, az megvan-e? Mert ha az nincs meg, akkor is neked szép, rendes hited van, de nem biztos, hogy sugárzó, boldog ember tudsz lenni, amikor rátszakad a plafon. Vagy éppen elvesztetted a házastársadat, akivel 50 évet éltél együtt. Igaz? Ez nem, nincs meg. Azért nincs meg, mert értelemmel hiszek, tudom, hogy a mennyországban van, akarattal is hiszem, tudom, hogy a mennyországban van, de nincs meg az érzelmi megtapasztalásom, az érzelmi tapasztalatom. És akkor egy kicsit úgy fogcsikorgatva, vicsorogva vagyok keresztény. Hát ugyanígy van a szerelemmel is. Van elköteleződés, megvan hozzá az intimitás, de nincs meg a szenvedély. Miért nincs meg a szenvedély? Azért, mert hogyha fel tudom ismerni a másikban minden nap Krisztus arcát, a szűzanya arcát, a Szent Háromság egy Istent, akkor az kifogyhatatlan a tárháza annak, amit szenvedélyesen szeretünk. Mert megismerhetetlen. Nem lehet megunni. A bennünk lévő Krisztust azt nem lehet megunni. És hogyha másikban én nap mint nap fölfedezem, nem tudom megunni, és mindig szenvedélyesen leszek beleszerelmes. Nem csak úgy szeretem. Hát ugyanígy van a hittel, az nagyon hasonló. Ha van érzelmi Isten tapasztalatod, akármi történjék veled, túllendülsz. Nem lesz probléma. Ideig, óráig probléma. De biztos, hogy kijössz a gödörből, és mindig boldogabb vagy. Azért, mert hogyha egy kicsit megélted az éli-éli lama sabachthami, Istenem, Istenem, miért hagytál magamra engem, az kicsit olyan, mintha a kötél, ami Istenhez köt, elszakadna. És amikor csomót kötsz rá, hogy újra megvagy, akkor mindig rövidül a kötél, és egyre közelebb jutsz. A csomó azt jelenti, ahogy Jézus 2 perc után csomót köt azzal, hogy azt mondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom a lelkem. Ott a csomó, igaz? Ami megtörtént, elfogadom szabad lenni. Ha ezt a kicsit ki tudod mondani, nem tudom, miért történt ez velem, nem tudom, miért rúgtak ki az állásomból, nem tudom, miért lett beteg nagyon a gyerekem vagy a feleségem, de elfogadom, hogy így van, biztos, Uram, hogy te jó irányba vezeted ezt a nehézséget. Ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkem. És jön a válasz, a következő, ugye 2 nap telik el, és ott vagyunk a 3. napra, ott vagyunk az utolsó vacsora termében, és ott van feltámadva
és azt mondja, hogy békesség nektek, vegyétek a Szent Lelket. Vagyis megvan oldva a probléma. És ez a mi életünkben is lezajlik, ha meg tudjuk teremteni az érzelmi megtapasztalást is. Azért a feltámadás mellett nem szabad ilyen könnyen elmenni, mert az aztán végképpen szétzúzza az anyagi világ rideg burkát, rideg valóságát. Ilyet nem tud természetesen produkálni semmilyen eszme, semmilyen vallás. Ugye a feltámadásban pontosan az fog velünk megtörténni, ami Jézussal megtörtént a kereszthalál után. Tehát a lélek halhatatlansága az nagyon szép és nagyon jó. Addig Platón is eljutott különben, meg nagyon sok vallás eljut a lélek halhatatlanságáig. Csak ott az a baj, hogy az ember elveszti a személy mi voltát. Avval, hogy a kereszténységben ugyanolyan jogot kap a testnek a feltámadása, azzal megint egy teljesen más dimenzióba kerül. A lélek halhatatlansága is. Mi történik az utolsó vacsora termében? Hát belenyúlnak a személyi igazolványába az Úrnak, a sebébe, igaz? A seb helyekbe. Aztán velük eszik halat. Aztán az Emauszi tanítványok átölelik. Tehát az a testünk, ami itt, kinek ennyit, kinek annyit, olyan sokat szenvedett. Van, aki az egész életét végig szenvedi testében, de akár lelkében is. Van, akinek boldog a testi élete, nem szenved annyit. De egy biztos, a halálban azért mindenki eljut valahol kihirtelen, kilassan a keresztélményig, ott bizony a test az kiterül. Mindenki oda kerül, mondjuk így, a bonckés alá, nevezhetjük így. Nyilvánvaló, hogy nem ez, nem az a 80 vagy 90 éves összeaszott idős testben fogunk feltámadni, hanem egy olyan testben, ahogy Jézus is feltámadott, felleli az ifjúságát, az üdeségét, és bizony megtapasztalhatjuk majd mi is azt, hogy az a végtelenre való nyitottság, amire mi hivatva vagyunk, amit nem tudunk megcsinálni itt az életünkben. Igaz? Mert csak egy pályán tudunk végigmenni. Hányunkban van az, hogy hát igen, megy ez a dolog, mit tudom én, jó tanár vagyok, vagy jó ács vagyok, de én szeretnék úgy zenélni, mint Mozart, szeretnék úgy focizni, mint a Maradona, vagy a Pelé, vagy mit tudom én, a Messi, igaz? Szeretnék olyan okos lenni, mint az Einstein, és a többi, és a többi. Hát hol vagyok ettől? A milliomod részét tudjuk annak megvalósítani itt a Földön, amire hívva vagyunk, a teljességnek a milliómod, milliárdnyi részét. Ha mondjuk van egy hatalmas nagy világutazó, vagy tengerkutató, mint a Cousteau kapitány, mennyire keveset tud a tengerről? Én is, ahogy ugye öregszik az ember, foglalkozik ezzel az agysebészettel, mindig, ahogy megyek előre, rájövök, hogy még mennyire keveset tudok. Rájövök, hogy egyre kevesebb, amit megismertem az emberi agynak a titkaiból. Ezt a teljességet, ezt még pluszba ugye meghozza nekünk a feltámadás, és ennél még sokkal többet. Jézus abban 40 napban, 50 napban, ami pünkösdig eltelik, illetve a mennybe menetelnek a ideig eltelik, újra megéli azokat az élményeket a tanítványokkal, amit előtte a 3 évben
itt megéltünk. Mi is meg fogjuk ugyanazokat az élményeket többszörösen élni, azokat a jó élményeket, amiket itt a Földön megértünk. És akinek nem volt erre lehetősége itt a Földön, mert szegény volt, beteg volt, olyan genetikával született, hogy egész életében nyomorék volt, az meg még jobban meg fogja élni, ugyanúgy elnyeri a feltámadásban, a dicsőséges testben azt a tökéletes testi valóságot, ami csak vágy szinten jelenik meg bennünk. Ez nagyon fontos átgondolni is tudni, hogy a kereszténység az nem csak a lélek halhatatlanságában is, hanem a test visszavágójában, a test feltámadásban. Mérhetetlen, igaztalan dolog lenne, hogyha az a testünk, ugye, ahogy elmondtam, aki annyit szenvedett, ugye kinyilvánítja a jogát arra, hogy ugyanolyan címen, mint a lélek, részese legyen egy örök életnek. Ezt így Bulád atyától idéztem. Annak a testnek, amely élt, harcolt, szenvedett, hordozta a küzdelmek terhét, hogy ne lenne joga a ránk váló boldogsághoz. Tehát ezért átüt mindent a feltámadás. És mi ebben vagyunk, ebben, ennek az előszobájában tudunk lenni, hogyha van érzelmi Isten tapasztalatunk. Három útról szeretnék beszélni, ahogy ez, erre komoly szansz van, hogy elérhetjük. Az egyik fontos út, amelyet minnyáján tudunk, a mély imádság. A mély imádságban egy dolog, ami nehéz, hogy van itt középen egy olyan lelki rétegünk, amikor a felszínről visszalépünk a csendben, és elkezdünk befelé menni valós önmagunkba, hogy megtaláljuk azt az igaz énünket, hogy oda tudjunk ülni a bennünk élő Szent Háromság egy Isten asztalához, mint személy, a személlyel találkozzunk. Ugye közben a csendet nehezen bírjuk. Mi történik ebbe a csendben? Jönnek a gondolatok, az történik. És a gondolatok, azok mindig beállnak közénk is Isten közé. Lehetnek ezek jó gondolatok, de végül is nem érünk oda le el az legmélyebb önmagunkba. Hát aztán lehetnek rossz gondolatok, ami aztán végképp arra kényszerít minket, hogy nagyon gyorsan abba hagyjuk ezt a mély imádságot, és tűz vissza a felszínre. A felszínen lehet gyönyörű, szép, jóságos életet élni, vallásos életet élni, lehet vinni az egyházközségbe a ebédet a nagyon idős néniknek, sok mindent ott ténykedni. Az a lényeg, hogy ne tudjál eljutni a valós énedbe, ahol mély érzelmi Isten tapasztalatod lesz. És miért mentünk vissza? Azért, mert nem bírtuk ki azt a szorítást, amit a mély imádság útja óhatatlanul okoz bennünk. Följönnek közbe bennünk a testi fájdalmaink. Csak üljünk le egy fél órát, és legyünk csendben. Izegni, mozogni kezdünk, kibírhatatlanná válik az egy helyben való ülés. Följönnek a sértettségeink, gyerekkori sérelmeink, felnőttkori sérelmeink, munkahelyi, családi, párkapcsolati sérelmek. Nehéz ezen az úton. Nagyon gyorsan az ember azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből elég, visszafordulok. Aztán, ami sokszor a legbosszantóbb, amit itt először említettem. Följönnek a rosszra való hajlamaink, ahogy mondtam nektek, hogy jövök az úton, úgy imádkozgatok magamba, és ez csak egy őrületes irigységen vagy kárörvendésen kapom magamat. Vagy éppen egy haragon, vagy utálaton. Nem jó, nem jó, hogy még mindig itt tartok. Ez is vissza-vissza kérek felé. De hogyha van erőd ezt kibírni, és kitartani ebbe a mély csendben, imádságban, nagy esélyed van, hogy oda jutsz. És akkor megint lesz érzelmi megtapasztalásod. A másik, a közösségi élmény.
Hát Csíksomlyó után nem kell beszélni, hogy mit jelent a közösségi élmény, de máshol is megtapasztalja az ember egy vasárnapi misén. Én egy igazán nagy közösségi élményt, még lesz róla szó, Nigériába tapasztaltam meg. Elképesztő az a érzelmi orkán, tényleg, ahogy a Szent Lélek árad ott ezek között a nagyon szegény, de nagyon mélyhitű, érzelmileg megragadott, Isten által megragadott fekete barátaink között. Ugyanolyan katolikus mise, mint a miénk, de közben járják a hastáncot, meg táncolnak. Egy más világ, de és mindenki teli torokból énekel. A teli torokból való éneklés az bizony a közösségi élmény segítségével megint tud adni neked egy mély Isten tapasztalat érzelmi élményt. A másik, a harmadik, amiről nem szeretünk annyira beszélni, az a szenvedés. Az igazság az, hogy én is ugye orvos vagyok már 30 éve, pláne idegsebész, rengeteg koponyasérült, agydaganat, minden halál, látja az ember a szenvedést. De azért más, amikor más szenved. A szenvedésnek a teremtő energiáját azt akkor tapasztalod meg, hogyha téged ér a szenvedés. Természetesen ez nem olyan szenvedés, hogy neked, te nem okozhatsz szenvedést. Az más, az a tékozló fiú, aki okozza magának a szenvedést. Az, aki ostobaságokat csinál. Az is egy megtapasztalás, de az nem ilyen mély. Ott van ok-okozati összefüggés. Miért van májcirrózisom? Azért, mert 15 éven át minden nap megittam másfél liter bort, meg egy két felest. Ok-okozati összefüggés. Hiába hagytam abba, most visszaütött 60 éves koromba. Tehát ez egy másfajta. Amikor sorszerűen csap le rád a szenvedés, mondjuk így, hogy ártatlanul ér, ott abból elképesztő mély érzelmi megtapasztalás lehet, teremtő energia lehet. Erről egy kicsit szeretnék nektek részletesebben beszélni, mert engem 58 éves koromban ért el ez, amikor ez a drága aranyos kisfiam, a legkisebb, a Marcika, 10 éves korában egyszerűen megtaláltam ott február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony vasárnapján, pont a 10. születésnapján, amikor vártuk a keresztszülőket, ott megtaláltam az ócska kerti medencénkbe, a 20 centis koszos vízbe február 2-án, este 4-6 körül megfulladva. Ez egy borzasztó tragédiának tűnik első látásra. És az is. A tragédiából hogy lesz dráma? Hogy szelidül a tragédia drámává? Ezt egy kicsit taglalnám. Azzal szelidül drámává, hogy nem csak értelmileg, nem csak akaratilag tudod, hogy él a Krisztus, és nincs semmi baj, hanem érzelmi tapasztalatod is lesz. Itt egyetlen egy dolgod van. A tékozló, ez egy ilyen igazi második megtérés, amikor egy ilyen történik. A tékozló fiú helyzetében ott egyetlen egy dolgot kell a tékozló fiúnak mondani. Vétkeztem atyám ellened, hadd menjek vissza, fogadj vissza, mondjuk ilyen kicsit leegyszerűsítve. Ugye ennyit kell a tékozló fiúnak megtenni. Bocsáss meg nekem, bocsánatot kell kérni. Amikor sorsszerű szenvedés ér el, ártatlanul, mondjuk így, mondjuk sose vagyunk teljesen ártatlanok, de hát viszonylag tényleg ártatlanul, akkor azt az egyet kell kimondanod, hogy bár nem tudom, hogy miért történt ez velem, de valamiért megtörténhetett, te Uram, hagytad, hogy megtörténjen, nem akartad, az egy baromság, hogy Isten, Allah így akarta. Ilyet mi nem mondunk, hogy Isten így akarta. A francot akarja így. Azt, hogy miért hagyja, hogy legyen, azt meg bizony nem tudjuk emberi ésszel megérteni, sokszor megmagyarázni, fölfogni.
később mindig igazolódik, hogy miért hagyta, hogy így legyen. Később mindig igazolódik. És amikor ez igazolódik, akkor mindjárt egészen máshogy tekintesz azokra a szenvedésekre, azokra a fogyatékokra, melyek áratatlanul értek. Tehát ugye itt van egy jelenet, ami nem perverzióból lett felvéve, hanem azért, mert a vendégségbe jövő keresztülők, aminek az lett, ahogy megjöttek, elkezdtük keresni a kisfiút, és megtaláltuk ott megfulladva, hogy gyere, itt van a keresztülő, és ez lett a vége. Kínjába a keresztapa lefényképezte, nem tudok mást mondani, ezért maradhatott meg, ahogy már a kétségbe esett újraélesztés után ott vagyunk a kis halottunkkal, a feleségemmel. És bizony ez az egy dolog volt akkor, az a kis pilácsoló mécses, hogy nem tudjuk, hogy miért történt így, de biztos, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik. És úgy vált a javunkra, hogy ezáltal a kiüresedés teljes ráhagyatkozás által olyan mély Isten tapasztalatokat kaptam, érzelmi megtapasztalást, ami által sokkal-sokkal közelebb kerültem az Úrhoz, pedig mondjuk olyan négyes kereszténységet adtam volna magamnak előtte, vagy négyötödöset is még. Sokat imádkoztam, 20 éve fordultam vissza a gyermekkorom hitéhöz, jártam ezt az utat, tartottam tanúságtételeket is, mindig a tékozló fiúnak a problémájáról, és abba az életemnek a szerepéről. Tehát úgy azt hittem, hogy én úgy jól egybe rendben vagyok, de amikor így ez megtörtént, akkor hirtelen az éli-éli lama számaktámi kapott teljes mértékben el. Nem 2 perc után tudtam a választ megadni, hogy atyám kezedbe ajánlom életem. Eltelt egy 1,5 év, de a lényeg az, hogy megtörtént, és ebben nagyon segítettek az érzelmi tapasztalatok. Például 2 héttel a haláleset után álltam a temetkezési vállalat előtt a kis urnával, és hát nagyon ki voltam üresedve ott Budapest egyik forgalmas részén, és egyszer csak meghallottam, hogy átkiabálta a Marci a túloldalról, hogy nyugodj meg, apu, Jézus karjaiba hullottam. Aztán egy szentségimádás alkalmával a bazilikában épp harangoztak, utána 2-3 perc telt el, és megjelent a Szent Ostjába az Úr Jézusnak a turini lepel élő felsőteste, és így átfogta a kisfiút, és megint jött egy hétköznapi misztikus tapasztalat, hogy jól látod, apu. És ez nagyon fontos, hogy igen, nem csak keresztes Szent Jánosnak, nem csak Aviai Szent Teréznek, nem csak a Lurdi Bernadettnek, vagy a fatimai gyerekeknek, neked is lehet hétköznapi misztikus élményed. Nem kell tőle se megijedni, se pedig különleges embernek gondolni ettől magunkat. Mindegyikünk előtt ott áll, ha vagy mély imádság által, vagy mély közösségi élmény által, vagy mély szenvedés által megérkezünk, lecsúszunk a legbelső valós énünkbe, ahol már az egónak a kilengéseit hátak mögük hagyjuk, és ott személyesen tudsz találkozni. És az ilyen találkozások nem mérhetőek földi boldogsággal, bármilyennel, amikor a gyereked leérettségizik, vagy a legszebb esküvőd megtörténik, vagy megszületik. Nem, a mély Isten tapasztalat nem mérhető földi boldogságokkal. És valóban megtapasztalod azt, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, még az is, hogy egy ilyen dolog történt, még az is, hogy elvesztetted az állásod, és vagy egy nagy betegséget kaptál, sorolhatnám tovább. Azért, mert érzelmi megtapasztalásod lesz.
Ez valóságként mondom el nektek, én ezt megértem. Tehát, hogyha megkérdezitek tőlem, hogy na Andráskám, te mikor voltál életedben a legboldogabb, akkor én képzeljétek el, azt fogom mondani, hogy például akkor, amikor 2 héttel ezután a legkedvesebb kicsim elvesztése után egy ilyen Isten élményem volt, hogy azt mondta nekem, hogy Jézus karjaiba hullottam. Amikor egy ilyen ér, azért egy vizsgán, egy szűrőn át kell engedned az élményedet. Ez a szűrő pedig az evangélium szűrője. Ha bármiben mást kapsz, hétköznapi misztikus élményedben, szenvedésedben, mint amit Jézus mondott, az nem onnan jön. Az nem a Szent Háromságból jön, az nem a benned élő Krisztustól jön, az a sátántól jön. Mert ezek csak megerősítések. A lurdi szűzanya, a fatimai szűzanya, a medjugorjei, vagy a csíksomjói mindig ugyanazt mondja. Csak megerősít. Nincs új. A kinyilatkoztatás az evangéliummal lezárult. Nem újat nem kaphatsz, csak megerősítést. Ezen a szűrőn engedd át a hétköznapi misztikus élményedet. Ez nagyon fontos dolog. Hogy lehet az, hogy kommunikálhatunk mi az oda átlévőkkel? Hát persze, hogy kommunikálhatunk. Hát miért ne kommunikálhatnánk? Hát azt mondja Krisztus, hogy aki hisz, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, annak örök élete van. Van. Nem volt, meg nem lesz 500 év múlva, meg a halála után, hanem van. Ugyanabba az örök életbe vagyunk, ahol van például a jobblator, meg ahol vannak a gyerekeink. Ugye ez a két ígéret van. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem jutok be Isten országába. Hát persze, hogy hol lennének az elmen gyerekeink? Hol lenne az a férjem, vagy édesanyám, aki meg tudott élni és tudott meghalni jobb latorként. Mert ő rá is van egy ígéret, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez borzasztó fontos, hogy ez állandóan bennünk dobogjon, bennünk éljen. Ugyanabba az örök életbe vagyunk. Hát hogy ne lehetne kapcsolatunk magával, az Úr Jézussal, a szűzanyával, a szentekkel, és az oda elment szeretteinkkel. Hát persze, hogy van kapcsolatunk. Ritkán adatik meg, mert el kell jutni oda, abba a mélységbe, abba a legmélyebb önmagunkba. Kicsit hosszúra nyúlt ez az általános, mondjuk így, egy kicsit teologizáló rész, de azért személyes tapasztalatokat mondtam. Az orvosi munkámban, ugye, ezek a dolgok, azért nagyon fontosak, mert csak ebben a mélységben láthatom át például a tudományomnak az igazságait. Jól emlékszem arra, hogy megragadott, mert fölismertem a mély igazságát ennek az idézetnek, majd mindjárt a lényegeset felolvasom, amit az agykutatás megalapítója és a legnagyobb agykutató Eccles, az ausztrál Eccles professzor 96-ig, múlt században élt, 96-ban halt meg, azt hiszem, 97-ben, és persze, hogy Nobel-díjat kapott, rengeteg felfedezéssel, de a következőt mondja, és tudományos könyvben mondja. A tudományos redukcionizmus és annak ága az ígérgető materializmus, amely az egész szellemi világ létezését idegsejt tevékenységek modelljével akarja magyarázni, hihetetlenül leértékeli az emberi lét titkát. Az a nézet, mely szerint a gondolkodás fizikai folyamatok eredménye egyszerűen babona, melyhez a dogmatikus materialisták ragaszkodnak. Abba reménykedünk, hogy a megszabadult lélek új jövőt talál mélyebb értelemmel, megdöbbentőbb tapasztalatokkal, egy megtestesült, megújult létezésben összhangban a hagyományos keresztény tanítással. Az jó, hogyha a tudós, a tudomány emberei így gondolkoznak. Az viszi előre. Mit is mond? Azt mondja,
az lehetetlen, hogy az, hogy erős Zsoltér, a kis Péter, talán tetszik emlékezni ott a Kancsendzöngánál, amikor meghalt ez a szerencsétlen két honfitársunk, minden hegymászói utasítás, szabály, golden rule ellenére visszafordult. Igaz? Visszafordult, és ő is aztán meghalt. Ez nem szén, nitrogén, hidrogén atomok, vízmolekulák, meg bonyolult szerves anyagoknak, molekulák, szénatomoknak a terméke, amiből mi állunk. Hát ez nyilvánvaló. Ezt mondja tulajdonképpen az idézet. A gondolkodás az nem az agyba van. A gondolkodásra mi használjuk, a kivitelezésre használjuk az agyat. De maga a szellemi világunk, az, hogy én tudok megbocsájtani, szeretni, az nem az agyamban van. A szüleimtől azt kapom, hogy valami vagyok, ebbe benne van az agyam. Az is benne van, hogy jó matematikai készségem van. Az is benne van, hogy jó gömbérzékem van, jól megy a foci. Ez kötött az agyhoz. De az, hogy szabad akaratom van, annak ellenére tudok szeretni, az nem az agyhoz kötött. Ugye, az ott kapjuk meg a fogantatás pillanatákban a személy mi voltunkat. Azért fontos ezt tudni, mert orvosként, amikor az egyik egy nagyon tragikus eset ért el, egy fiatal fiú, aki a fegyvereseknél szolgált, itt történt Miskolcon, amikor itt dolgoztam, egy banális karambol után öngyilkos lett. Úgyhogy még azt látták a járókelők, hogy nincs személyi sérülés, nincsen nagyobb anyagi kár, kiszállt az autójából, fölhívta az édesanyját, mondta, hogy mama, jó, majd megyek haza vacsorázni, és utána visszaszállt az autójába, elővette a szolgálati fegyverét, és fejbe lőtte magát. Hát, mert természetesen majdnem agyhalottként hozták be, aztán be is állt a halál pár óra múlva, és ott ültek a szülők, és ott, hogy mondjam, hát olyan borzasztó helyzet volt, az ember ilyenkor próbál valami mondani, részvétem, de próbál valami tényleg vigasztalót mondani. És ezeknek ugye az egy nagy problémájuk volt, ezeknek a nagyon kedves vallásos családnak, és mondták, hogy ez nem volt egy problémás gyerek, érthetetlen. És úgy imádkoztam magamba, hogy valami tényleg valami mélyebb vigasztalót tudjak mondani. És azt mondtam nekik, hogy nyugodjanak meg, mert ők nagyon féltették révén vallásos emberek az üdvösségét ennek a drága fiúknak, hogy mi lesz az üdvösségével, hogy öngyilkos lett. És mondtam nekik, hogy nem a szabad akaratából lett öngyilkos. Hát, hogy mondj, diát főorvos úr, csak itt vigasztal minket. Mondom, higgyék el, nem a szabad akaratából lett öngyilkos. Egyszerűen meghibásodott a legmagasabb szinten differenciálódott biológiai készüléke, amit az emberi agynak hívunk. De ő nem akart öngyilkosnak lenni. Higgyék el, van ilyen. Amikor össze-vissza törik a lábunk, vagy valami betegség megtámadja, hiába akarunk egyenesen járni, nem tudunk egyenesen menni. Kacskák leszünk. Hát ugyanígy. Ugyanígy van ilyen. És a fiú igazolt engem, mert amikor oda mentünk, búcsúzkodtak, mert vitték az agyhalottat donációra, kivették ugye a szerveit, és megindult egy könnyezés, amikor ott ezek a kedves szülők búcsúzkodtak, érezte a szeretet áramlást. Hogy ne érezné? A szeretetet azt nem az agyunkkal érezzük. A szeretetnek a gesztusait az agyunk által tudjuk megnyilvánulni, felfogni, de az igazi mély szeretet az nem az agyban van. De ehhez az kellett, hogy én mély imádságba tudjak zuhanni, hogy előjöjjön onnan az a belső hang, ami segít, hogy ezt mondjam. Nagyon egy ilyen mély vigasz, az nagyon fontos, amikor bajban van valaki. A másik ilyen szintén orvostudomány, ez egy bonzterem, amit itt látunk, és nagyon fontos szerepet játszik az életemben 14 éve. 14 éve fölismertem azt, hogy az agyi mikrosebészet, hiába nézi az ember a műtéteket, fiatalkorában hiába asszisztál, nem tanulható meg, mert egyemberes. Tehát a mikrosebészet
az nem tanulható meg asszisztensi oldalról. És akkor jött egy ilyen nagyon nehéz beteg, és akkor egy ilyen megszólított úgy belülről, szintén imádságba merülve, hogy mit tehetek én ezért a betegért, és valahogy azt mondta, hogy menj le a boncterembe, és ott csináld meg ezt a műtétet, friss elhunytom. És aztán jól sikerült a műtét, és ugye ez véremmé vált, ez a friss elhunytakon való gyakorlás, ma is minden reggel kelek 5-kor, és akkor olyan 3-4-6-tól, vagy 6-tól, 4-8-ig gyakorlok friss elhunytakon. Ami nem egy könnyű dolog, mert a boncteremben az ember mit él meg, mindig a halállal találkozik, igaz? És hogyha most egy meglepőt mondok, nem hinnétek el, hogy így van, pedig így van. Körülbelül az elmúlt 40-50 évben az orvosok nagy örömére eltűnt a boncolás. Azért tűnt el, mert annyira korszerűsödött a diagnosztika, hogy nincs szükség rá. Tudjuk a patológiás folyamatot, tudjuk a halálokot, a hozzátartozók természetesen mindig azt kérik, hogy maradjon el a boncolás, nincs boncolás. Tehát azoknak az embereknek, akik tudták integrálni az állandó halottakkal való együttlétet, azoknak sem megy így ez a gyakorló munka. De nagyon kevesen akarnak gyakorolni, pontosan ezért. A mai fejlett Európa vagy a világ fél a haláltól. Anatómiailag konzervált vagy fagyasztott, majd olvasztott elhunytakon vannak méregdrága workshopok, 3 naposak, 2000 dollárért itt-ott-amott mindenféle anatómiai intézetekbe. Ott el lehet menni egy évbe egyszer. Na de az pontosan ugyanolyan, mint hogyha lenne egy focista vagy egy teniszező, és soha nem edzene. Csak a meccsen próbálna jó teljesítmény nyújtani. Nem megy. És ezáltal, hogy ez a mindennapos friss kadáver gyakorlatok elindultak, és próbálom átadni kollégáimnak, nagyon nehéz különben, mert fél Európa a haláltól. Azért fél, mert nincs a vérébe a feltámadásnak a test feltámadása. Valamit hadovál, meg érez, hogy valami biztos lesz, de ez kevés ahhoz, hogy hiába megkaptuk ezt az ajándékot, sokkal nagyobb dolog lesz a feltámadás, a dicsőséges testbe való feltámadás, mint az, hogy testben feltámadunk. De ugye emberek vagyunk, és ezt így közölte velünk, kimutatta velünk Krisztus által a Jóisten ezt a kegyelmet, hogy a testünk is fel fog támadni. És nem úgy abból a szorongatott állapotban, ahogy itt a földön élt, vagy éppen meghalt. És hogyha ez a véreddé válik, benned van, akkor nem fogsz félni. Hát persze, miért félnénk? Hát miért félnénk, amikor a halálban úgy is megszületünk, és egy sokkal-sokkal szebb és jobb örök életbe születünk meg, még az is, amit itt át tudunk élni a Földön. És akkor hát persze, hogy megy a tudományos munka, persze, hogy megy a gyakorlás, persze, hogy sokkal jobbak az eredmények. És meg tudunk olyan műtéteket csinálni, amit mindenhonnan egyetemi klinikák is elutasítanak, azért, mert van egy ilyen nagyon nehéz eset, csinál az ember 25 rágyakorló műtétet, amit eddig az életében csak 2-vel találkozott. És persze, hogy minden jobban megy. És ez ehhez az visz oda, hogy ott abba a elhunyt testben föl tudod ismerni Krisztusnak a keresztről levett testét. És ha azt fölismered, akkor semmiféle viszolygást, egyebet nem érzel. Tehát így segíti az ima, és így segíti az imádság, és ebbe a mély imádság a mindennapi életedet, a tudományodat. Elképesztő fontos dolog. Ugyanilyen mély imádságban jött a nigériai missziónak a gondolata, bő egy hét múlva fogok indulni, ez meg a szűzanyától jött, ugye? Medjugorjeban voltam, találkoztam ebben a drága Francis atyával,
És hát úgy jött ez a gondolat, már egy kéthetes úton túl vagyunk, ahol bejártuk, elképesztő nehéz állapotok vannak, ha nem is van mindenütt úgy háború, mint a Közel-Keleten, de hát a lakosság, a 198 millió embernek a 85%-ának nincs egészségügyi ellátása, mert az állami egészségügy, ami nagyon-nagyon szegényes, azt nem tudják, ott is fizetni kell. Csak a katolikus egyház meg egyházak működtetnek ilyen kórházakat, afóva esetleg a szegények be tudnak kerülni, de nagyon alacsony színvonalú. Hát idegsebészet meg egyszerűen nincs is. Úgyhogy találtunk egy kórházat, ahol volt egy egyház által működtetett kórházat, ahol van CT, és ide szervezünk egy ilyen idegsebészeti missziót, és elindítunk ott egy idegsebészetet, hogy legyen, hogy valami elinduljon, és az a nem tudom hány millió embernek valami jusson. Hát ez egy hosszú távú dolog, valóban a szűzanya alá van rendelve, emberi erővel nem megy, de sikerült összekoldulni műszereket, és jöttek valóban ötletek, olyan érdekes. Egy magyar operatőr, egy Oscar-díjas operatőr azt mondta, hogy ugye az a különbség ugye a magyar kreativitással, hogy az a különbség a magyar operatőr, az egy zseblámpával, meg egy fehér papírral ugyanazt a fényeffektet megcsinálja, mint az amerikai kollégája három kamionnyi berendezéssel. Hát valóban, szóval, ha az ember sokat imádkozik, akkor összehozza azokat a hihetetlen gazdag, vagy 200 milliós műszerparkot, ami egy idegsebészeti műtőben nálunk is van, mondjuk ott a Honvéd kórházban, a mikroszkóptól kezdve, össze lehet hozni valóban olcsó módon ipari mikroszkóppal, ami csak kézzel mozgatható, akkor meg ezzel a rengeteg ugye bonctani műtétekkel, hogy olyan familiáris lesz az anatómiával és az egész területtel, hogy pótolja azt a hihetetlen nagy különbséget, megtapasztalt. Na de ez emberi erővel nem megy, ez valóban mély imádságban jönnek ezek a kreatív élet problémáidat megoldó ötletek. Itt laktam ebben a szemináriumban, rengeteg a kispap, és óriási a hit ebbe a nehéz sorsú országban. Mindenütt ott van a szűzanya, és az Úr Jézusnak a keresztje. Hát és nagy szegénység, de ők akarnak dolgozni, akarnak egyről a kettőre jutni, a rengeteg gyerek. Bizony a műtő olyan, ez egy állami kórház, tehát még ez egy jobbik fajta, itt is elment a világítás, akkor a ablaklámpa mellett kellett ezt a agydaganatot operálni. Így néz ki egy sterilizáló helység, hát valóban 60 éves, 70 éves viszonyok, ilyen, ez egy kórterem, ez viszonylag azért elfogadhatóbb, és így néz ki maga a műtő, ami az se egy épületes látvány. De nem baj, mert össze meg lehet indulni vele. Én bízom benne, hogy a szűzanya oltalma alatt valamire jutunk. Az a fontos, hogy ne a saját dicsőségünkre próbáljuk, mert a jó cselekedeteket is lehet saját dicsőségre csinálni, és akkor az a felső támogatás, amit a jó Istentől kap, annak egyszerűen mi zárjuk el a csapokat. Ez rén fontos. Az utolsó rövid téma, ami mindenkit érint, a Európában 4500 van naponta, Magyarországon 120, Szlovákiával se lehet is sokkal jobb a helyzet, gondolom. És a világon olyan 120-150 ezer az abortusz száma naponta. És fontos, tehát ehhez hasonlítható katasztrófa nem volt, nem lesz. Nincs a világban. Tehát ehhez képest a terrorizmus, vagy a második világháború semmi. Gondoljátok el, naponta 130 ezer ember viszünk el, teszünk el lábalól, erőről, előre megfontolt szándékkal, legálisan. De egy biztos,
Nincs olyan házas pár, vagy orvos, aki azt mondaná, mondjuk, ami egy válsághelyzet van, és azért van az abortusz, hogyha azt mondanák nekik, hogy hát akkor inkább legyen az a 8 éves vagy 10 éves gyerek, annak adjunk egy méreginjekciót, így oldjátok meg azt a problémát. Ugye ez elképzelhetetlen, hogy egy édesanya ezt mondja, vagy egy édesapa, vagy akár a nőgyógyász, aki elvégzi az abortuszt. Ebből azt következik teljesen logikusan, egyetlen egy probléma van, nem az emberi, feltétlen az emberi gonoszságra, meg a gyilkolásra kell gondolni, meg erre az ösztöne. Nem tudjuk, hogy hol kezdődik az emberi élet. Ez az őrületes probléma. Pedig ez már nem teológiai kérdés, nem filozófiai kérdés. Ezt a nagybetűs tudomány 1961 óta bebizonyította, amikor Watson és Crick felfedezte a DNS spirálist, le is írták, Nobel-díjat kaptak érte. Hol kezdődik az emberi élet? Nincs készség szintjén. Mennyivel könnyebb lenne ezt a termet is elhagyni, hogy itt az ablakon kilépnénk, igaz? Hamarabb leérnénk, mint így körbe kell menni. Csak a gravitációnak az ismerete, az készség szintjén van bennünk. De az, hogy hol kezdődik az emberi élet, az nem készség szintjén van bennünk. Tehát ez hihetetlenül fontos lenne, hogy közéleti témává tenni ezt a kérdést, ugyanazt, ahogy a migráns kérdés, vagy bármilyen politikai kérdés közéleti témává van téve. Miért lenne ez olyan fontos? Van ennek egy praktikus indoka. A modern pszichológia is bebizonyította, tehát ez se csak egy evangéliumi alapvetés. Attól, hogy én nem tudom, hogy bűnt követtek el, attól még a bűn kifejti a szörnyűséges romboló hatását. Attól még kifejti. Tehát ez az őrületes probléma, és így nagyon nehéz elmozdulni. Megvannak a következménye. Például Európa elfogy, 400 év múlva meghal az utolsó európai. Ha ez a szaporodási trend marad, lehet itt határokat építeni, persze kell is védelemből, de egyszer csak kiürül az ország. Igaz? Tehát ez egy nagyon fontos, és ezt kell, ez mélységbe kell látni, és ezért mindenkinek oda kell tennie magát, mindenkinek azt hiszem, hogy egy nagy harcba kell ezzel kapcsolatban lennie, családjában, gyerekei között, baráti társaságban, ugyanúgy. De mindennek az alapja az, hogy eljussak a legbelső valós énembe, önmagamba, és ne hallgassak arra a kis egóra, aki ott beszél állandóan a fejembe, és el akarja hitetni, hogy én ő vagyok. Nem ő vagyok, én az vagyok, aki ott legmelül, legmélyebben vagyok. Az a megtapasztalás, az a tapasztalat. Ezért olyan fontos mély imádság, a közösségi élmények, és az, hogyha szenvedés ér minket, igen, rossz, ki kell bírni, meg fogja benne a Jóisten mutatni azt, hogy micsoda teremtő energiája van, mert mindig közelebb visz téged, a téged végtelenül irgalmasan szerető Krisztushoz. Azt beszéltük meg, hogy én elmondok egy bevezetőt, kicsit hosszabb lett, és bő egy órás lett, és akkor, hogyha van személyes tapasztalatotok ezzel kapcsolatban, vagy kérdés, akkor nyugodtan fel lehet tenni, szívesen várjuk. Ezeket a dolgokat leírtam egy kis könyvbe úgy, aki gondolja, az ott kint a pultnál megveheti, meg van ott egy nagyobb könyv, ami egy művészet és idegsebészet együtt a Hídben, egy festőművész barátommal készítettük az angol-magyar nyelvű, egy igényesebb kiadás, talán inkább ajándéknak, jó, nyilvánvaló, drágább is. Úgyhogy a kicsi az 5 euró, igen, a nagy meg az 10, ha valakit érdekel, akkor meg tudja venni. Ezek a gondolatok vannak leírva, és akkor várjuk a kérdéseket, vagy esetleges egyéni megtapasztalásokat. Egy alap dolog van. Tehát álomban jönnek jó dolgok. Józsefnek álmába jött azt, hogy a szűzanyával hogy kell törődni, illetve Máriával hogyan kell törődni, ez le van írva, álmába jött.
Tehát figyelni kell az álmokra. Természetesen az álom az lehet agyi folyamatoknak is a terméke. Tehát mondjam így, hogy az álmokat ugyanígy át kell engedni azon az evangéliumi szűrőn, amit a hétköznapi misztikus élményekkel kapcsolatban mondtam. Ha nem mond ellent a evangéliumnak, akkor el lehet gondolkozni, hogy mutat nekünk egy irányt. Ha ellent mond, ha megfélemlít, hogyha tehát ellent mond, akkor ki kell dobni. Jöhet az ördögtől is. Az egyetlen út ahhoz, hogy valóban egy olyan kiüresedés jöjjön létre az emberben, egy olyan teljes ráhagyatkozás, ha nem okolja Istent. Ha tényleg azt tudja mondani rögtön, két perc után, ugye mert Jézusnak is két perc kell, vagy én nem tudom mennyi, de körülbelül így satszolom, az éli lama sabachthani után kell egy kis idő, ami kimondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez azt jelenti a mi olvasatunkban, amikor te félelembe vagy, és ki tudod azt mondani, hogy én félek. Amikor vagyok egy nagyon nehéz műtéti helyzetben, és látom, hogy baj van a beteggel. Két utam van. Az egyik az, hogy én egy fasza gyerek vagyok, majd megoldom. Na most ezzel el lehet tolni egy vagon sódert, az lehet, de komoly mikrosebészeti munkát nem lehet, mert kézremegésed lesz a stressztől, a félelemtől. Ez egy alapdolog. A stressz, a félelem gondolkodási blokkot okoz. Tehát amikor te egy hétfő délelőtti nehéz tárgyaláson egy ilyen stressz helyzetbe jutsz, félelmed van, akkor ott nem fog jönni jó gondolat. De hogyha ki tudod azt mondani, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkem, ami azt jelenti, hogy igen, félhetek. Szabad ennek megtörténnie velem, hogy én félek. Ezzel felvettél egy távolságot a félelmettől. Már nem állapotába vagy a félelemnek, hanem nézésébe. És ki tudod mondani, ahogy Jézus is kimondja, hogy beteljesedett. Nem azt mondja, hogy vége mindennek. Nem. Azt mondja, hogy beteljesedett. És ez már ott vagy az előszobájába, a vegyétek a szent lelket. Békesség nektek, vegyétek a szent lelket. Én nem tudom megoldani, de veled, Uram, meg tudom oldani. Meg fogom tőled kapni azt az intuíciót, azt az ötletet, azt a kreativitást, amivel választ tudok adni erre az őrületes problémára, ami engem ért. Legyen az, hogy megtámadnak este az utcán, vagy legyen bármi. Tudsz egy választ adni. Az is válasz, hogy szabad lennie. És nem, és el tudom fogadni. Tehát valahogy így valósul meg ez a mindennapjainkban. De hogyha te ezt nem gyakorlod, ezt az utat, akkor neked nem fog ez eszedbe jutni. Akkor akárhogy is veszük, stresszbe, pánikba esel, és valahogy gyorsan meg akarod oldani, görcsösen gondolkodsz a saját fejeddel, és nem tudsz hátralépni, nem tudsz nézésébe kerülni ennek a nehéz állapotodnak. Praxissá kell tenni az életünkben a mély imádságot. Nem kell, nem, hála Isten, nem mindenkit ér el az, hogy rákos beteg legyen, vagy nem mindenkinek hal meg a 10 éves gyereke úgy, hogy megtalálja megfulladva. De vannak azért ennél kisebb, de azért jócskán veretes problémák. Ugye? Házastársi hűtlenségek, elhagyások, párkapcsolati gyereknevelési problémák, mind félelmet keltenek az emberbe, stresszt keltenek. És így tudjuk, ha praxissá tettük, gyakorlattá tettük ezt a mély kapcsolatot Krisztussal, akkor megéljük az, ami az utolsó vacsora termébe történik. Békesség nektek, vegyétek a szent lelket. A csajnos az agyuk is, mert az nem az agyam döntése. Amikor én a 10 parancsolat ellen vétek,
akár Isten nevében, Allah nevében, és fölrobbantom a gyerekeket, mondjuk Manchesterben, ahogy nemrégiben történt, ahhoz sok köze nincs az agyamnak. Az agyam által történik a kivitelezés. De az a döntés, az a legmélyebb valóságomban, a lelkiismeretem, Krisztus hangja lelkiismeretének, a lelkiismeretem elnyomásával történik. Az a muzulmán testvér, ember, aki ilyeneket csinál, abban is ott van Krisztus, bár nem tudja, meg tagadja, nem akar eljutni hozzá. Legbelül mindenkiben ott van Krisztus, a lelkiismeret formájában. Az a te szabad akaratod, hogy elnyomod, vagy hallgatsz rá. És teljesen mindegy, hogy sivatagi beduin vagy, vagy Tibetben lévő egyszerű parasztember, vagy Nobel-díjas tudós. A Nobel-díjas tudósok, a tudomány az a legjobban lugozza ki. A tudomány emberei a legjobban nyomják el Krisztust, és a tudományt istenítik. Azt hiszik, hogy a tudomány meg tud oldani valamit. És ebből lesz aztán, hogy ilyen mennyiségű abortusz van, mert azt próbálják megmagyarázni a barom tudósok, hogy a harmadik héten lesz ember az emberből, vagy a harmadik hónapban, igaz? 12. És nem a fogantatás pillanatától kezdődik az ember. Kifacsarják a valóságot. Kifacsarják azokat a törvényeket, amit Isten alkotott. Tehát nem agytérfogatnak, sajnos nem agytérfogatnak a kérdése, meg nem genetikai állománynak a kérdése. A szabad akaratnak a kérdése, ami az emberi személy mi voltomhoz kötött, amit közvetlenül a jó Istentől kapok, nem pedig a szüleimtől. A szüleimtől megkapom, hogy valami vagyok. És ebben benne van az, hogy ilyen hajlamú, hirtelen haragú, szangvinikus, kolerikus, mit tudom én, félénk, ezt kapom a szüleimtől. De az, hogy én egy független, szabad akarattal bíró személy vagyok, ezt nem a szüleimtől kapom. Iker kutatás nagyszerűen kimutatja különben. Egypetélyű ikrek, ugyanaz az óvoda, iskola, ugyanazok a ruhák, ugyanaz a család, ugyanaz a környezet. Az egyik lehet egy gazember, másik meg egy szent. Hogy lehet? Hát azért, mert ugyanúgy szabad akarat van. Két teljesen különálló ember. Annak a szerencsétlen kisgyereknek, aki egy ilyen vad helyre beleszületik, ahol gyerekkorától gyilkolásra nevelik, és lesz belőle robbantató terrorista, és meg van győződve a szerencsétlen, hogyha a nemi szervét letakarja a robbantás közben, akkor ő rögtön a mennybe jut. Ugye nyilvánvaló, a felelőssége jóval kisebb, mint hogyha itt belőlünk hirtelen valaki azzá válna. Tehát, de ezt nem tudjuk, ez misztérium, hogy Isten ezt hogy fogja beszámítani. De annak is van lelkiismerete, a gyilkosnak is van lelkiismerete, ez ott látszik, hogy mondjuk kirabolta a bankot, üldögél a Duna parton, és ott lát egy fulladozó kisgyereket, lehet, hogy kimenti, igaz? Miért nem mentené ki? Tehát van lelkiismerete, az a szabad akaratodon múlik, és a rengeteg fölvett dolgon, ami a világból jött, az életed folyamán, amit örököltél, hajlamokat nyilvánvaló, ezekkel mind meg kell küzdeni. Az a kis gyermek, aki egész életében azt látta, hogy anya lopott, apa lopott, engem a lopásra büzdítottak, nyilvánvaló nem úgy számít be neki a lopás, mint bűnbe, mint ahogy egy keresztény családból jött gyermek, hogyha lop, de mindenki el tud jutni a lelki ismeretéhez, hát ezért vannak nagy megtérések. Hát honnan jönne a megtérés? Onnan jön, hogy egyszer csak szabad akaratából arra a belső hívásra, hangra azt mondta, hogy igen. Nekem, bocsánat, nem mondtam, ugye volt egy nagyon csúnya szakasza az életemnek, egy 7-8 évig tartott, óriási diákszerelemmel indulunk a feleségemmel, minden szép és jó, de elhagytuk a gyerekkornak a hitét. Nem jártunk templomba. 17-15 éves voltam, ő 14, amikor megismertük egymást, olyan 17 éves korunkra már nem jártunk templomba. És így mentünk szépen. Mondtam is, anyu mindig mondta, hogy jaj, menjetek vasár. Nem kell, anyu, jól vagyunk mi Istennel. Ez a maga módján vallásos ember. Hát aztán jöttek a gyerekek, minden rendben, házasság, gyerekek, és bizony
engem leterített a sátán, a gonoszság, és majdnem ott hagytam a családomat, egy szörnyű időszakot produkáltam, volt abban minden, kicsapongó élet, házastársi hűtlenség, de elért az a kegyelem, hogy visszatértem 20 évvel ezelőtt, 19 évvel ezelőtt a gyermekkornak a hitéhöz. Az igaz, hogy azt éreztem, nem jó lenni a disznóba. Tehát a tékozló fiúnak azért nincs nehéz dolga abban, hogy a disznóolat el akarja hagyni. Oda nem kell hit. Ott nem jó lenni. Az egyedüli nehézség a hazaérésben van. Ott egy kicsit az embernek szabad akaratából talpára kell állni, mert a tékozló fiú, aki hazaindul a disznóolból, arra rávetődik a sátán. Azt vissza akarja húzni oda. Amíg ott vagy, nem bánt. Ott jól el van veled. Rengeteg tönkrement házasság tanúskodik erről. Hiába akar visszamenni a hűtlen elhagyó, valahogy nem tud. Mindig, na mi lesz a disznókkal, és ott találja magát újra a disznóolba. Pedig akarja, és a élete végén szerelmet vall a feleségének, az eredeti feleségének. Ez van. Engem elért egy ilyen kegyelem, hogy megkaptam szintén egy misztikus tapasztalattal 1998-ban. Itt az előbb egy pillanatra át is siklottam fölötte, megmutatom nektek. Na, itt van. Domonkos templomba Budapesten. De ahhoz oda kellett térdelnem ezelé a kereszt elé, egy nagy kereszt a korábbi euharisztikus kongresszuson kín volt különben, meg a Szent II. János Pál látogatás akkor is, hogy Uram Jézus, könyörű rajtam bűnös embernek. Ezt az icipici dolgot meg kell tenni a tékozló fiúnak. Ennélkül nem megy. Ennélkül hiába kopogtat Krisztus az ajtódon, nem tud bejönni, azt neked kell kinyitni. Térden állva, csúszva, mászva, de oda kell menni az ajtóhoz, és ki kell nyitni. És akkor viszont bejön, és árad a kegyelem, és akkor nem hallgatsz a szirén hangokra, és vissza tudsz térni gyermekkorodnak a hitéhöz. És akkor megindul a kreativitásod. Addig én egy szalonidióta orvos voltam. Semmiféle kreatív ötlet, semmi újító ötlet nem volt bennem. Abban a pillanatban, hogy vissza tudtam térni a gyermekkorom hitéhöz, igazságkeresővé váltam, nem csak a hitben, hanem a hittel együtt jön, hogy a mindennapi életedben akkor jöttek a mondjuk így, hogy sikerek, földi sikerek, mert az is fontos nyilván a gyógyításnak a sikerei, hogy gyógyuljanak jobban a betegek. Megtapasztaltam ezt, hogy a hit az valóban nyomja előre a tudományt és a hétköznapi életünket. És ez a pici kell, hogy a tékozló fiú el akarjon indulni hazafelé. Hát valami ilyesmi van a második megtérésnél is, amikor csak azt makogja az ember, hogy éli-éli lama sabachthami, de jöjjön a válasz, és ne tartson 20-30-40 évig, vagy életünk végéig, hogy amíg kinyögjük, hogy atyám kezedbe ajánlom a lelkem, mert rengeteg időt vesztünk el. A saját sebeink nyalogatásával elképesztő időt vesztünk el. Sokkal több orvos hívő, mint amit gondolnánk, csak nem szeretnek beszélni róla, mert a tudományban, a kongresszusokon nem piszi arról beszélni. Én szoktam mondani, hogy rózsafüzér imádság közben jutott eszembe ez a sebészi ötlet, vagy amit itt a bonctani dolgokról mondok. Én szoktam mondani, látom, hogy fanyalognak a professzorok. Esetleg elhívhatjátok, van egy kedves hölgy, az Olaj Anett, akinek abortusza volt, és egyszerűen nem bírta, aztán tért meg, nem bírta ezt keresztényként sem feldolgozni. Tehát hiába gyónta meg, nem tudta feldolgozni. És már szép katolikus házassága volt, gyerekei voltak, de még mindig, tehát már kezdett tönkre menni a szép házassága neki, hogy állandóan azon a egy éjszakás kalandos abortuszán őrült bele abba, hogy akkor mit csinált. Egész addig, míg megjelent neki az abortált gyermek
annyi évesen, ahány éve volt, 9 évesen, szép szőke, szőkés barna kislány volt Jézussal az oldalán, és megmondta neki, hogy anyu, ha így folytatod, nem jutsz a mennyországba. Én nagyon szeretlek téged, megbocsájtottam, nincsen semmi baj. Csak egy arra egy válasz, hogy még ugye a feltámadásban a magzatgyilkosságnak az áldozatai is, akik nem élték meg tulajdonképpen a földi életüket, de ők is testben, valóságban jelennek a teljességre kapott meghívásban meg. Csak mondom, úgyhogy fogunk találkozni az abortuszba elment gyerekeinkkel. Sajnos, azt kell, hogy mondjam nektek, 20 éve, 21 éve, amikor pontosan ezen a házassági, hűtlenségi álmokfutásom volt, én is adtam tanácsot abortuszra a saját gyerekemnek a meggyilkolására. Én is fogok vele találkozni. Lehet, hogy azt is meg fogja kérdezni, hogy apu, ha már így bűnben értél, miért tetészted a bűn bűnnel? Miért tetészted a bűn bűnnel? Én is szerettem volna, nem tudom, ott a földön leírni, de nyilvánvaló, hogy ha az ember bűnbánatban van, meggyónja, megkapja a megbocsátást, mély szívéből meggyónja, megbánja ezeket a bűnöket, akkor nem kell hordozni egy állandó önvádban. Bűnbánat az előre visz, az önvád az lenyom. Ez borzasztó fontos dolog. Ugye ezt keverik össze, mindig megvádolják a katolikusokkal azt, hogy ezek az állandó önmarcangolnak. Nem önmarcangolunk, a bűnbánat az fölfele mutat mindig. Az önvád az csak addig kell, amíg megindítja a bűnbánatot. Abban a pillanatban nem kell. Az a fontos, hogy jobblatorként éljünk, mert nem tudjuk, hogy mikor van az a még ma, hogy mikor jön az a hirtelen betegség, vagy bármi, baleset, vagy bármi. Tehát nem lehet erre bazírozni, hogy majd a halálom előtt megtérek. Sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen, és akkor a Csaba testvérbe találtam meg azt a szemét, amivel kiegyeznek a teljesen hitetlen, vallástalan emberek, mert azért bőven vannak az orvosok közt olyanok. Meg a... Én vagyok az osztályvezető főorvos, tehát nem. Fél nyolckor kezdődik a vizit és a munkaidő. Fél nyolckor. Én fél nyolc előtt 2 perccel ezt fogom magam, mint egy bolond, hangosan felolvasom, és addigra már oda gyűlnek általában az orvoskar meg a nővérek, ott vagyunk, mit tudom én, 13-an, és indul a vizit. Nem kötelező meghallgatni. Ennyit úgy érzem, megtehetek. Lehet, hogyha beosztott lennénk, rám szólna a főnök, hogy ezt hagyd abba. Így nem szólnak rá. De nagyon jó a Csaba testvérnek, vannak ilyen breviáriuma, hogy kizárólag mindig ugye a hiszek a szeretet végső győzelmébe. Tehát egy más, hogy így undul egy gyógyító közösség útjára, egy ilyen flash-rel indul útjára. Van elég probléma, ugye azt látjuk. Igen, az még a János kórházban volt. Igen, de azért abban a Honvédban is van kápolna, meg ilyesmi. Hát mondjuk, meg nálunk van kin van nálunk. Tehát nálunk kin van, de mondjuk azért így nem kötelező kitenni. Hát nálunk bőven kin van, nem is egy. Jó tudományt lehet csinálni hit nélkül. Úgy viszont nem tudsz csinálni jó tudományt, hogy nem próbálsz meg jó ember lenni. Tehát ugyanahhoz a Krisztushoz kell megtérned, attól függetlenül, hogy hiszel benne, vagy tudsz róla, vagy nem. Tehát nem, az borzasztó igazságtalan lenne, hogyha lenne olyan ember, aki nem kapta volna meg Istentől a fogantatás pillanatában a kifejlődő lelkiismeretet, a másik meg megkapta volna. Tehát a lelkiismeret formájában mindenki lehet anonim keresztény. És abban a pillanatban, hogyha te anonim keresztényként élsz, akkor ugyanúgy abból a lélekből fakadóan ugyanahhoz az asztalhoz ülsz le, tehát ugyanazt az igazságot ismered meg, mint ahogy induláskor Marx is fölháborodott a gyerekmunkán. A nagy probléma az, hogy a hitnek az útja, a kereszténység útja mindig segít téged visszapofozni. De nagyon sok olyan ember van, aki kereszténység nélkül jut el. Gandhi, igaz? Jézus
követő volt, de azért az, hogy a Szent Háromság tantő hogy hitte, azt nem tudjuk. De egy óriási nagy előny nekünk, egyben egy kötelezettség, hogy mi tudjuk, hogy mi az a Szent Háromság, és tudjuk, hogy az Eucharisztiában ott van a valóságos Krisztus. Jó, mondjuk a protestáns testvérek ezt így nem favorizálják, mondjuk így, de szóval a kereszténység az csak egy nagy hozzáadás, de hát persze, hát hogy ne lenne ott abba a sivatagi beduinba Krisztus? Hát hogy ne lenne ott benne? Persze, hogy benne van. Tehát így igaza van a Miklósnak, csak a mély keresztény imádság által könnyebben jutok el oda belső önmagamban, mint hogyha csak a saját eremből kapizsgálnom. Így értem én ezt. De ez egy nagyon, lehetne ez erről egy nagy beszélgetést csapni. Egy biztos, azt látom, siker, akkor nincs gondolkodás, hogy hány hibát csináltam a műtét során. Ha bal siker van, lehet, hogy itt kell vigyázni az önváddal. De az biztos, hogy ha bal siker van, akkor végig gondolod, és hogyha végig gondolod a dolgaidat, mondjuk egy műtétet, egy nehéz műtétet, akkor is találsz legalább 10 hibát, hogyha a műtét után tökéletesen jól van a beteg. És ebben egy nagy adomány a adott esetben a bal siker is. Csak hát akkor mindig meg kell próbálni tanulni belőle. Az önvádtól egy idő után meg kell szabadulni, pontosan a bűnbánat által. Mert az önvád aztán elbizonytalanítja az embert, és arról is azt fogja hinni, hogy nem tudja megcsinálni, amit rutinban meg kell tudnia csinálni. Na, imádkozzunk, hogy ez a beteg gyógyuljon meg. Igaz? Ez egy veszélyes dolog. Veszélyes dolog, mert miért akkor nem volt ott Isten, hogyha nem gyógyul meg? Miért az auschwitzi gázkamrákba, ahova égették, ott nem volt ott Isten? A verónai buszon ne utazott volna ott Jézus Krisztus? Hát hogy a fene? Mi akkor micsoda egy Isten lenne? Hát akkor egy ilyen rabszolgatartó, haragvó Isten lenne. Tehát óriási vigyázat van. Azért, mert a halálban ugyanis megszületünk. Az, hogy az itt maradók szenvednek, az egy dolog. De nehogy azt higgyük már, hogy azért, mert hát én jól imádkoztunk, de mégis valamiért így lett, így alakult, így hagyta az Úr, hogy legyen. Kezedbe ajánlom lelkem. Tudom, ez egy nagyon nagy nehézség, és úgy a keresztény hívők imádkoznak egy betegért, aztán szépen meghal, semmi nem történik, akkor úgy kicsit sokszor hát úgy kvázi sikertelenségnek fogják fel sokszor. Hát ez nem igaz. Hát nem igaz. Paradicsomot teremtett, ott pedig elmúlás volt, ott nem volt halál, nem volt szenvedéssel járó halál. A paradicsomi állapotnak a megszűnése az egy emberi termék. Jó, de mondjuk a teljesül, hogy Isten akarata, ha meg kell halni, ha eljött az idő, meg kell halni. Hát persze, hogy meg kell. Persze, hogy meg kell. De ez benne van a teremtésben, mert a halálban megszületünk. A halálban megszületünk, a halált nem úgy kell felfogni, mint egy borzalmas dolgot. Ez a keresztény tanításnak az alapja. És ezért nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy nem csak a lelkünk halhatatlan, hanem a testünk is feltámad, így megfoghatóan, húsvér módon feltámad. Ettől a feltámadás egy végtelenszer nagyobb dimenzió, de hogy ez a mini dimenzió benne van, az biztos. Mert különben nem jött volna be. Az ajtó zárva volt. Tér-idő korlát nincs. Utána Galileába van. Ugye az utol hirtelen Galileába van. Az ajtó zárva, nincs tér-idő korlát. Ez kétségtelen. De mégis van abba a dicsőséges testbe, amiben feltámadunk, annak van egy ilyen földi testi vonatkozása. Meg fogod ölelni a meghalt férjedet, vagy gyerekedet, vagy édesanyádat. Ugyanúgy meg fogod ölelni. Szóval nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy úgy félig hisszük el az evangéliumot. Hát, hogyha azt mondja, hogy ti benne ugyanezt történik meg, elmondja a kafarnaumi beszédbe, hát akkor van egy nagyon jó haverom, az mindig mondja, hogy igen, igaza van Krisztusnak, de nem mindenben. Na, mondom, jó.
vélekedés a mennyországból? A mennyország, ez a mennyország, amiről itt beszélünk, ez, és ez ebbenek az előszobájába itt vagyunk a Földön. A mennyországról mondjuk minimum vélekedésem az, hogy pontosan azokat, amit a tudomány és a technika csodáival néha azt érzed, hogy itt a Földön megéled a végtelenségre való nyitottságot. Ugye, mert olyan fantasztikus, de ez töredéke annak, amit te a mennyországban meg fogsz élni. Tehát az a minimum, hogy te a mennyországban nem csak az, hogy megöleled a szeretteidet, de ott egyszerre mindazt a végtelent, amire te nyitott lehetnél, de hát a földi vonatkozásaid behatároltak. Hiába akarok én a legcsodálatosabb zenész lenni, nem tudok, mert annyit kell beletenni a orvosi munkámba, képtelenség ugye gyakorolni állandóan a zongorán, meg mondjuk még hallásom sincsen. De ott nagyon vulgárisan egyszerre lehetsz Mozart, Pelé és Einstein. Na, tehát de ez csak egy minimum, ennél sokkal-sokkal több a mennyország, ugye nem tudjuk leírni, de hogy ez benne van minimumként, az biztos. A pokol ennek a hiánya. Az a pokol. A szeretetlenség. Ennek a végre. A pokolban mi történik, akik földbe befordulnak az emberek önmagukba? Mi történt avval a szerencsétlen Hitlerrel? Hát ugye bezárkózik, elveszti, mert elutasítja szabad akaratából, elutasítja ennek a végtelennek, a végtelen szeretetnek a megélését. Elveszti. A kabzsi ember befordul, rab lesz, be van börtönbe zárva. A pénznek a rabjába. A házasságtörő az élvezetek rabjába. Az alkoholista az a pokol. Be vagyok zárva. Arra, amire én hívva lennék, annak a millió dologra, abból egy felet se tudok megélni. Csak azt, hogy ott zabálom az alkoholt. Vagy a kaját. Mert az is pokol, hogyha csak eszem. De akkor azt a pokolt, azt itt éli meg? Itt kell, megkezdi. Azt, hogy ugye a Dér Katalin professzor asszonynak csodálatos könyvei vannak a jelenésekről, ahol ő is körülbelül egy 15-20 éves megtérő, ő archeológus, ókori történész. Tehát nagyon ott van, és nagyon szépen kézzelfoghatóan tudja ugye ezeket a dolgokat elmagyarázni. Tehát a jelenések könyvében le van az írva, hogy neked a halálod után még van azért egy döntésed. Csak nagyon nehéz egy pokolszerű leszaladt élet után akkor, szóval azért, tehát van a zuhanó repülőn ateista. Mert van ez a mondás, hogy a zuhanó repülőn nincsen ateista. Sajnos van. És hogyha megkérdezitek az atyákat, lelkészeket, azok beszámolnak arról, hogy igen, van, aki a halálos ágyán elutasítja a kegyelmet. Például nekem volt egy nagyon idős barátom, egyik jó barátomnak, aki meghalt, annak volt az apósa, és mond úgy, már úgy vége felé volt, és egyszer bementem hozzá, és mondtam neki, hogy hát nem, és akkor képzeljétek el, azt mondta, hogy egész életemben, ugye én gyerekkoromban jártam a nagymamával a templomba, de aztán döntöttem a kommunisták mellett, és végig ott dolgoztam a pártbizottságon, meg mit tudom én, és akkor mondta, és azt mondta a végül, hogy micsoda képmutatás lenne most akkor elkezdeni Istenhez könyörögni. És akkor mondtam neki, hogy Feri bátyám, őrületes tévedésbe élsz. Egyszerűen képtelen vagy elhinni Isten végtelen irgalmasságát. Hidd el, és azt mondja, hogy én Jézust mindig becsültem, meg nagyra tartottam, de hogyha már egész életemet ilyen ateista módon éltem, akkor micsoda egy gerinctelen képmutató dolog lenne most letérdeni. Mondom, és akkor próbáltam elmagyarázni neki, hogy ez mekkora őrületes badarság. Egyébként ez így van, én ezt én is megéltem, pont a gyönyörű szép diákszerelmemmel kapcsolatban, ugye mi is
18 évesek, 17 évesek voltunk, jött a testiség, igaz? Hát mind ahogy a mai fiataloknál is jött a testiség. Tulajdonképpen ez volt az igazi oka annak, hogy elhagytam a templomot. Mert mondtam, hogy most ez egy micsoda képmutató dolog, hogy a testiségnek nem tudok ellenállni, és akkor megyek gyónni. És már a gyónás közben arra gondolok, hogy lesz testi kapcsolatunk a szerelmemmel. Hogy a micsoda, hát akkor inkább nem gyónok, igaz? Már micsoda egy dolog ez. Na hát nem gyónok, nem gyónok, hát nem gyónunk. Hát akkor meg minek járunk misére, mert akkor nem is áldozhatunk, minek vagyunk ott. És akkor hát akkor inkább nem megyünk templomba. Csak ugye aki elhagyja a templomot, vagy a Isten tiszteletet, az úgy jár, mint az a profi boxoló, aki, mert minden gyerek profi a hitben, az egy ajándék. De hogyha az a profi boxoló, aki világbajnokságokat, meg mindent, olimpiát nyert, nem edz, és utána hirtelen kiáll egy meccsre, kiütik, mint a fene. Akár egy kocsmai részeg is kiüti. És azért, mert nem edzett, igaz? Tehát ha nem edzel, amikor jön a kísértés, megfektet. Ezen borulnak meg a házasságok. És itt a férfiak, a hunyók. Szóval mármint sokkal jobban a hunyók. Nem jól indul ott az ítéletbe. Mert aki ennyire elutasítja a kegyelmet, de hát van reményünk, hogy a viennai Szent János, ugye ez egy hatalmas nagy gyóntató volt, bizonyára hallottatok róla, az Arsi plébános, 5000-en álltak hozzá gyóni sorba, szóval ilyen számok voltak, és ment a gyóntató székhöz, és ott látta a nagy sort, és mondta, hogy te nyugodtan kiállhatsz, zuhanás közben megtért, mondja. Hát ugye a szegény asszony a férje miatt ment gyónni, aki végül leugrott valami hídról, öngyilkosságot követett el, de ugye ez egy hatalmas léleklátó ember volt, ez az Arsi plébános, és mondta, hogy nyugodj meg, gyere, nem kell gyónnod, zuhanás közben megtért. Tehát ez marad ott, ez marad, de nem biztos, hogy mindenki megtér. Tehát ugye van jó dolog azt mondani, én lelki gyakorlat vezető atyától is hallottam, hogy igen, van pokol, az biztos, de üres. Az evangéliumban azért le van írva, hogy van pokol, és azért Krisztus Júdása azt mondja, hogy a kárhozat fia. Lehet, hogy sokkal kevesebben vannak a pokolban, mint gondoljuk, vagy pont olyanok vannak, akiről nem is gondoltuk volna. Ugye ilyenek is, akik megjárták ezt a kiskört, mert már elmentek, de aztán visszajöttek, vannak ilyen hiteles katolikus egyház által elfogadott misztikus tapasztalatok, baleset, halál. Az egyik legérdekesebb az a bogotai fogorvosnő, a Gloria Polo, akivel belevágott a villám, és igazoltan 3 órán át állt a szíve, meg plusz még szétégett, de 3 óra után indult meg a szívműködése, és ő szépen leírja, és a katolikus püspök jóvá hagyta a tanúságtételét. Rajta van az interneten, érdemes elolvasni, Gloria Polo, megjegyezzük, Gloria és Polo, a magyarok azt, a Polót azt jegyzik. Tehát így, ha betetszenek ütni, akkor érdemes elolvasni. Igen, sok olyat látott ő is az útja során a pokolban, akire nem gondolta volna. Tehát veszélyes dolog azért a pokol létét tagadni. De hát jó hallani, hogyha azt mondják, hogy nincs pokol.